Sziasztok! Ez most nem online autó bemutató, nem válaszol, hanem egy pici apró bejelentkezés arról, hogy hogy is tudunk tisztán tartani minőségileg és profin egy olyan autót, amelyben minden kilométer egy elképzelhetetlen áldozat. Ugyanis, mint tudjátok, ez a GT500 1800 kilométerre rendelkezik 2007-es kora ellenére. Eddig is múzeumban volt, most is próbáljuk megtartani neki azt a környezetet, amit megszokott. Viszont tisztán szeretjük az autóikat tartani, főleg egy olyan autót, ami egy helyben áll és nem mozog. Ezért a mai napon elhívtuk az RL Customs-t, akik ezt az autót fogják nekünk olyan profi módon konzerválni és visszahozni a gyári fényét, hogy még szerintem mi is meg fogunk lepődni, de itt nem én vagyok az érdekes, hanem inkább a srácok, amit ők csinálnak, úgyhogy gyertek, beszéljünk győzővel, kérdezzük, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Sziasztok! Elsősorban szeretnék megköszönni a lehetőséget, hogy ezt az autót mi konzerváljuk, vagy mi hozzuk vissza az eredeti állapotába a kocsit. Hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy egy 14 éves autóról beszélünk, öröm lenne, ha mindig ilyen fényezéssel lehetne dolgozni. Nyilván vannak rajta pici karcolások, itt-ott sérülések, ahhoz képest, hogy buborékba volt tartva, azért sajnos az idő alatt kerül rá egy-két sérülés az autóra, de ezek nem olyan vészesek, fekete autó lévén azért nyilván mindig fokozottabban látszódnak ezek a dolgok rajta. Az autó idáig kapott egy előtisztítást, zsírtalanítottuk a felületet, amit látjátok, ki vannak maszkolva azok a részek, ahova nem jó, hogy a polírpaszta bekerüljön, illetve nem jó, hogyha a polírkorong megsérti, vagy ilyenek. Egy pár szóban szeretném elmondani, hogy mi vagyunk mi, mint RL Customs, és miről szól az egész dolog. Mi autókozmetikai termékeket forgalmazunk és gyártunk. Ez egy lengyel központú cég, profi autókozmetikai terméket forgalmazunk, nem csak profiknak. Nem szoktunk csinálni ilyen autókozmetikákat, illetve jelenleg még nincsen autókozmetikánk, ez a jövőben fog változni. Tervezünk nyitni egy autókozmetikát, de viszont tartunk autókozmetikai oktatásokat, ahol pont az olyan munkákat, hogy tudnak egy autókozmetikusok frissen elindulni a szakmába, és hogy tudják a mi termékeinkkel esetlegesen ezt karbantartani az autót, és hogy tudják a lehető legjobban renoválni a kocsikat, vagy csak szinten tartani. Miután egy nagyon ritka és nagyon egyedi autóról beszélünk, és a belsejében még mindig a gyári illat van benne, így a belsejében nem fogunk a mi általunk forgalmazott termékekkel tisztítani, azért, mert a mi termékeink egy hétköznapi autóban nagyon erős illatanyagot hagy maga után. Ezt nem szeretnénk a gyári illatot eltakarni, úgyhogy a belsejével nem kell olyan sokat foglalkozni. A külseje fog kapni egy polírozást, amint mondtam, már lezsírtalanítottuk a felületet, fel fogjuk polírozni egy fényesítő polírozással, utána újra tisztítjuk a felületet, és fog kapni egy kerámia waxot, ami a saját termékünk, ami egy hosszantartó védelmet fog adni az autónak, főleg, hogy ez itt áll bent a hangárban, illetve egy védett helyen, sokkal tovább fog fényes maradni a felülete, de egy hétköznapi utcán közlekedő autón is nagyon nagy védelmet ad egy fényezésnek. Egy pár szóban arról, hogy miért jó az, hogy így ki van maszkolva az autó. Ugye itt az ablakok körül gumikéderek vannak, amit a polírozó paszta be tud tömni, és fehér szín lesz. Ezekre szeretnénk minél kevesebb időt eltölteni, hogy ezt takarítgassuk, ezért ilyenkor célszerű. Valamint ezeknél a részeknél a polírozó korong, amikor forog, akkor bele tud kapni a műanyagokba, az egyéb részekbe, és meg tudja karcolni. Nagyon fontos, hogy ezeket a részeket kitakarjuk. Amint látjátok, itt kitakartuk külön a fóliát is, ugye a Mustang feliratot, a fehér csíkot az alján. Ez is szintén azért van, hogy a polírozó korong ne tépje meg a szélét, valamint azért, hogy a polírpaszta ne ragadjon bele, hiszen rengeteg időt kéne eltölteni azzal, hogy utána a széléről kitakarítgatod, vagy esetlegesen újra kelljen fóliázni, hogyha annyira megsérti a felületeket. De elég is legyen a szócséplésből, álljunk neki a munkának, folytassuk!
Eddig sem volt bajom ezzel a fényezéssel, ugyanis ugye nem sokat futott a nap alatt, voltak rajta apró karcok, de győzőjéknek köszönhetően és az RR Customs-nek. Én nem ismerem meg ezt a kocsit, tehát most egy fényesítő polírozáson esett, tehát az autó, az jól mondom, ez egy ilyen egy rétegű érintőre vettük, ahogy autó szaknyelven mondanánk, tehát nem igazából vett tek le a győzőjék alakból, jól mondom, te olyan rokkirek. Csak a felső réteget. Így van, csak a laknak a felső rétege lett megsimogatva, és azt a rohadt érde, hogy csináljátok ezt győző? Tehát az anyag az egy dolog, de ehhez kell egy technika is, hogy ne legyen az, hogy mikronba tudjon mérni azt, hogy mennyi kopik belőle. Hát itt is, mint ahogy általában szoktuk, csináltuk egy felületet, ahol megnéztük azt, hogy mi az a megfelelő anyag, mi az a megfelelő korong, amivel nem bántjuk a fényezést, és a maximális hatást érjük el, anélkül, hogy a legkevesebb lakot bántanánk az autó fényezését. Ehhez kellett egy jó zsírtalanítás előtte, rendesen előtte kellett készíteni a maszkolást, valamint a technika, ami az ember kezében van. Ilyenkor még az sem mindegy, hogy mennyi ilyen erősen nem van az polírgépe? Nem mindegy, hogy hogy csinálod, nem mindegy, hogy az életnél oda kell figyelni, mert mindig az életnél. Tehát az életnél nem szabad rátámaszkodni, mert akkor hirtelen fémtiszta lesz. Így van, akkor fogod leverni a fényezést, főleg itt a hajlatoknál az egyedeknél, ahol nagyon oda kell figyelni. Tehát most megkérdeznéd tőlem, és azt mondanád, hogy István készen vagyunk, akkor megfognám a kezdet, és basszus, nagyon szépen köszönöm. De még ezután mi jön? Ezután azt következik, hogy egy védelmet kell adni az autónak. Kamennerig azt tudják? Igen. Itt van sok kamennerig. Most előkészítettük a felületet, most van egy tiszta felület, ami hál' Istennek azért, mert keveset futott a közforgalomban az autó, azért nem sérült annyira a fényezés, csak mikrosérülések voltak rajta, ezt eltüntettük rajta, és most azért, hogy ez hosszú távon megtartsa ezt a fényét, illetve ezt a felületet, ezért fog kapni egy kerámia vaxot, amitől hosszú távon majd. Hogyha ez az autó nem itt állna, hanem mondjuk ott futna minden napokban, akkor mennyi időként kéne megismételni ezt a kerámia vaxot? Ez mindig attól függ, hogy milyen szerekkel mosod az autót, illetve hova viszed az autót. Átlagos használatról. Ha sima kézi mosóba viszem, akkor ezt a hibrid vaxot, ezt a kerámia vaxot, ezt a lugos szerek elkezdik oldani, és elfogadni. Hát, amikor szivacsa, mossák, a szivacsa, és kicsit lugos szerek, erős lugos szerek. Hogyha egy alkali sampont használsz hozzá, egy kímélő sampont és kímélő mosást, akkor sokkal tovább bírja a felület. A lugos szerek lekoptatja a felső réteget, és megszünteti a hidrofob hatását azzal, hogy eltömíti a pólusait. Ezt újra lehet éleszteni, de nyilvánvalóan, hogyha rossz szereket használsz, vagy rossz technikát használsz hozzá, akkor mondjuk egy 3 hónapig fogja bírni a vas, hogyha kellene. És így nekem? Hát neked így most egy évig legalább. Egy évig. Tehát akkor jól értem, polír levesz, vaksz hozzá. Igen, ha is tanultunk valamit, nyilván én teljesen máshoz értek, mint Győző, azért mondjuk Győző is a csapata, mert ők ehhez értenek, és ilyen munkát azért én nem tudnék csinálni, még akkor sem, hogyha 2 hétig googliznék. Gratulálok hozzá, hagynak alkotni, hagyjuk Győzőjéket, hogy fölvigyék az utolsó réteget, én meg jól kimegyek a kézből, mert akarom a kocsit. Sziasztok! Sziasztok!